Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag az XFCE felületről fogok beszélgetni, illetve megismerkedünk a gyors billentyűkkel, azaz hogyan tudunk a billentyűzetről indítani, leállítani, vagy egyéb feladatokat elárni egy-egy programmal kapcsolatban. Miért? Nagyon sokan megkérdezik, hogy miért kínlódik az ember gyors billentyűkkel, hiszen mindent elér menüből, mindent elér egérrel, és úgy sokkal kényelmesebb. Tudom én, az, hogy az érintőképernyőhöz szokott emberek, illetve az egeret már nagyon-nagyon jól használó és ahhoz nagyon ragaszkodó embereknek ez idegen lett. Én úgy gondolom, hogy sok esetben ez a tevékenység, azaz egy-két vagy három billentyű lenyomásával elindítasz egy programot, lényegesen gyorsabb lehet, mint hogyha odamész a start menühöz, kikeresed azt a menüpontot, ahol benne van az adott program, majd rákattintasz. Tudom, ikonokról is el lehet indítani, és láttátok többször a felületemet, nekem is van egy gyors indítósávom, a Tint 2-est állítottam be, hogy a sokszor használt programokat bizony egy kattintással elérem, de oda nem tudsz mindent oda tenni, illetve sok esetben valóban kényelmesebb és gyorsabb az, hogyha egy billentyű lenyomásával, két vagy három billentyű lenyomásával elérem az adott programot. Illetve természetesen egy alapvető elv az, hogy mindenre legalább két vagy három megoldást ismerjünk. Állítsuk be úgy a gépünket, hogy ha billentyűzettel dolgozunk, akkor billentyűzetről elérjünk mindent. Ha egérrel dolgozunk, akkor egérrel is meg tudjuk ugyanazt a műveletet tenni. Illetve, hogy láttátok, nekem oldalt ott van a Tint 2-es panelom, ami nagyon kényelmes, mert egy gyors indítósávot hoztam létre, és az adott programot villámgyorsan el tudom indítani. Azaz, így már háromféleképpen meg tudjuk oldani az XFCE felület alatt, hogy elinduljon egy program. 1. Az egérrel megkeressük, rákattintunk és elindul. 2. Van egy gyors indító sávunk a Tint 2-es panelon, vagy akármilyen panelon, és rákattintasz, el fog indulni a billentyűzet nélkül is a program, de hogyha a billentyűzettel dolgozol, akkor villámgyorsan beállítjuk azokat az elérési gondolatokat, azokat a gyors billentyűzeteket, amik számunkra fontosak, azaz háromféleképpen is elindíthatsz egy programot vagy egy munkafolyamatot. A mai beszélgetés alkalmával 4 darab témát beszélünk meg, mindegyik ugyanazt járja körbe, de a megoldási kulcsok mások. Szövegszerkesztővel hogyan tudjuk beállítani, azaz a konfigurációs fáj szerkesztésével hogyan tudjuk beállítani a gyors billentyűket. Ez azért fontos, és ne nézzétek le, hogy persze ott kapirgál a szövegszerkesztőbe meg agyongépeli magát. Nem, ez azért fontos, mert sok esetben, ha sok-sok egyforma műveletet kell elvégezni, azaz 10-15 előre elkészített gyors billentyű beállítást szeretnél belerakni a konfigurációs fájba, akkor az nagyon kényelmesen megoldható szövegszerkesztővel, hiszen ott csak máshol beivág, máshol beír, aztán ennyi az egész. Nagyon egyszerű, megmutatom az elvet, hogyan működik. A grafikus ablakkezelés szabályzó beállítások, grafikusan az programokat indító beállítások. XFCE alatt két fele van elosztva szövegszerkesztős konfigurációs fájl szerkesztéssel, egy fájlba szerkeszed, de grafikusan két fele vették az ablakkezelést, az ablakokkal való műveletet egy helyen kell beállítani, és egy másik helyen a grafikus programokkal való működtetés, tehát egy programindítás, vagy akár egy parancs indítása című dolgot pedig egy másik panelba kell beállítani. Hogy miért? Hát bizony ennek megvan a logikája, az egyik az ablakkezeléssel, a másik természetesen a programok és egyéb dolgok kezelésével foglalkozó panelka. Hát mindegy, jobb lett volna egy helyre tenni számomra, hiszen gyorsabban mindent beállítok. A negyedik gondolat, amivel kezdeni fogunk, a visszaállítás mentési gondolat. Miért? Mert hogyha te kezdő vagy és nekiállsz szövegszerkesztővel egy konfigurációs fájlt szerkeszteni, akkor el is tolhatod. Természetesen mindenki tudja, hogy te nem olyan vagy, vagy legalábbis van már annyi gyakorlatod, hogy odafigyelve teszed meg ezeket a műveleteket, de előfordul bárki, bárhol elüthet egy-egy dolgot, és az esetek egy részében ezek a konfigurációs fájlok olyanok, hogyha valamit elírsz, utána nem fog működni az adott program. Itt pedig
Kellemetlen lehet, hiszen akkor a többi gyors villentyű sem működik. Nem lesz ilyen, hiszen ha követed a visszaállítás mentési gondolataimat, akkor természetesen nem esel ebbe a hibába. A visszaállítás nagyon egyszerű, bár a grafikus felületen is van alaphelyzetbe hozó gomb, meg fogom mutatni, de az valóban az XFCE alaphelyzetét hozza vissza. Csak pár alapbeállítás fog megmaradni, ami igazából jó dolog, hogyha el szeretnéd tüntetni, mondjuk a disztribúciód által adott rengeteg, majd meglátjátok, hogy az enyém mennyi alapbeállítást ad, ezeket el szeretnéd tüntetni, akkor ez nagyon jó, de hogyha már van egy olyan beállítású disztribúciót, ami ad jó sok és jól beállított konfigurációs fájt a gyors billentyűkhöz, hogyha ezt lerezetteled, akkor bizony kapsz egy XFCA által gondolt 5-10-15 akármennyi, igazából nem nézegettem meg, beállítást, és eltűnnek az alapbeállítások, amit a disztribúciód ad. A legtöbb disztribúció alapoknál, ennél a pár darabnál több előre beállított gyors billentyűt ad, és ezeket érdemes megtartani. Érdemes megtartani, vagy nem, ez a te döntésed, alaphelyzetbe is hozhatod, és akkor lesz az alapbeállítás, és nem kell keresgélni a beállítások között, hogy erre nincs szükséged, erre szükséged van, amire nincs szükséged, törölni kell, szóval gyorsan és villámgyorsan lerezettelheted alapbeállításra az XFCE gyors billentyűket, de igazából, hogyha valaki egy-egy komolyabb disztribúciót, aki odafigyelt, hogy itt azért szépen összeállítson neked egy előre beállított gyors billentyűszetet, annak a munkáját ne nullázzuk már le, hiszen hasznos, ha azokat megtanulod. Ez disztribúciónként el fog térni, hogy ki mennyit ad, és milyen gombhoz mit rendel, ezért érdemes a sajátodat átnézni. A megoldás, ami egy professzionális megoldás, két ágra bontható. Az első, lemented azt a beállító fájt, amit jelen pillanatban használsz. Ez a beállítás után is megteendő dolog, azaz, hogyha már valamit összeállítasz magadnak, és az bevált neked, tehát azok a gyors billentyűk, amiket te szeretsz használni, azokat egyértelműen érdemes lementeni, azaz a konfigurációs fájt megmutatom, illetve a blogba a pontos elérést is beírom nektek, azt mentsétek le. Én általában azt szoktam megtenni, hogy egy egyéb névvel, old vagy mentés, kiegészítéssel lementem ezt az adott fájt, és utána vissza tudom másolni, hogyha éppen valamit nagyon-nagyon eltolok. Azaz, hogyha neked az kell, hogy a beállításaid megmaradjanak, ezt a fájt le kell menteni. Professzionális megoldás. A másik az, ami Arch Linuxon biztosan működik, a tiédnél nézd meg, mert vannak olyan disztribúciók, amik nem így működnek, van az ETC per SQL könyvtárban, ott az összes alapbeállítás, legalábbis nálam. Ha véletlenül nálad nem így van, előfordulhat, akkor természetesen azt kellene megtenned, hogy amikor feltelepítesz egy disztribúciót, az összes beállítást, azaz a home könyvtáradat összetömöríted, és azt a tömörített fájt elteszed, és akkor az alapbeállításaid megmaradnak, a disztribúció alapbeállításai megmaradnak, és hogyha valamit nagyon-nagyon elirogatsz, akkor vissza tudod hozni az alapokat azonnal, hogy kiszeded config fájllal, vagy az egészet simán felüliratod a home könyvtáradban. Erre azért figyelj, mert a SQL-be vagy az éppen előbb elmondott mentésedben az alap-alap beállítás van, és hogyha felüliratod ezzel a home könyvtárodban lévő beállítófájt, akkor el fognak tűnni a te beállításaid. Ez logikus, de érdemes volt elmondanom. Na hát nézzük is meg, mi hogyan működik ezeknél a beállítási fájloknál, és mit érdemes és hogyan megtenni. Az első lépésben nézzük is meg, mit hol találunk meg, megnyitjuk a kedvenc fájlkezelőnket, én már előre összekészítettem a dolgokat, hogy gyorsan tudjunk haladni. A konfigurációs fájl, amit szerkeztünk, vagy szerkesztés előtt lementünk, én ezt most nem teszem meg, mert nekem a konfigurációs fájlok automatikusan mentésre kerülnek minden nap kétszer. Na de lényeg, hol találod azt, amit szerkeszteni kell? Home, a te saját könyvtárodba bemész, megkeresed a .config, azaz egy rejtett könyvtár, ha nem látod, akkor állíts be a
fájlkezelődet úgy, hogy az szépen megjelenítesse számodra azokat a fájlokat és könyvtárokat, ami előtte egy pont van, azaz a rejtetteket, majd nyilvánvalóan oda baktatunk az XFCE 4-hez, XFConfig könyvtárba, lesz egy olyan, hogy XFCE perc channel XML könyvtár. Abba bemész, és logikusan a shortcut végű akármit meg fogod nyitni, nem kell megijedni, hogy XML kiterjesztésű, ez egy strukturált szövegfájl, amivel szépen tudunk dolgozni. Nyilván ezt itt meg tudod nyitni a kedvenc szövegszerkesztőddel, amivel szeretnél dolgozni. Azt használsz, amit akarsz, itt igazából nincs különösebb kitétel, de mondjuk ne a LibreOffice-szal próbálkozál, hanem egy egyszerű szövegszerkesztővel. A másik, amire neked szükséged lehet, hogyha ezt jól eltoltad, és agyon konfiguráltad, és vissza szeretnéd állítani a gyári beállítást, az pedig az a könyvtár, ami számodra nagyon fontos. Felmész a gyökérkönyvtárba, azaz nem a saját könyvtárodba, a home az otthoni könyvtárodba, hanem a gyökérkönyvtárba, ETC, ahol minden egyéb dolog van, megkeresed ezt, hogy Schkell nevű könyvtár, abba belemész, és abba meg fogod találni azokat a konfigurációs fájlokat, amit a te distribútorod összeállított. Azaz, ezek azok a fájlok, amivel te indíthatsz, ha friss telepítést teszel, vagy létrehozol egy saját új felhasználót. Látható, a struktúrája nagy részt megegyezik azzal, amit te a home könyvtárodban látsz, és nyilván most elbaktatunk a gyári beállításhoz, a config, megkeressük, mit keresünk meg, nyilvánvalóan az XFCE 4-et, mert fejből tudjuk, XF konfigurációs, azt már belementünk, és ott lesz a gyári új, eredeti, originált beállítási fájl. Azaz, hogyha te ezt agyon szerkesztetted, szétpiszkáltad, és már semmi nem úgy működik, ahogy te szeretnéd, akkor ezt fogod, és rámásolod, és boldogan folytatod nulláról a beállításokat. Nézzük is meg, hogyan kellene ezt elindítani. Én már összekészítettem a parancsort, a nanóval szeretném megnyitni, mert szépen kiemeli azokat, amiket szeretnék mutatni. Azaz ezt a szép hosszút begépeljük, nem gépeljük be a blogomba, aminek a linkjét alul meg fogod találni az adott beállításoknál, az adott cikknél meg fogod találni ennek a pontos és bemásolható szövegét és bemásolt parancsorba. Én parancsorból szeretem az ilyeneket csinálni. Megszokás. Na lényeg. Nano elindult. Mit látunk? Na hát ez az, amikor elkezd az ember menekülni, hogy bizony itt annyi minden van, ami hát össze-vissza van, és én ezt nem látom át, és használhatatlan. Ehhez aztán én még egy XML fájlhoz, egy config fájlhoz hozzá nem nyúlok. Pedig nagyon egyszerű. Az összes szín, amit mutogat, vagy hogyha nem mutogat az összes betű, megvan a jelentősége. De neked nem kell mindent tudni. Jó lenne, hogyha te nagyon-nagyon ügyesen mindent fejből tudnád, hogy ez a kis egyenlőségjel és egyéb mit jelent, de nem kell. Alapbeállításhoz ez nem kell. Nagyon egyszerű a fájl összeállítása, átlátható. Mondja erre valaki, hogy nem átlátható a következő menetben. Nagyon szépen soronként fogod meglátni a beállításokat. A beállításoknál van egy olyan, hogy név. Hát ez konfigurálja számodra azt a dolgot, hogy melyik billentyűzettel éred el az adott funkciót. Én a legegyszerűbbet, a szupert fogom bemutatni. Szuper az, amelyiknél ott van a kis Windows jel, ilyen kis zászlócska, ablakocska, ki hogyan nézi, annak a lenyomása és az F1-es gomb lenyomásával mit fogunk tenni? Megnyitjuk a alapértelmezett web browserünket, tehát a böngészünket. Nagyon egyszerű, igaz? A felépítés, megmondjuk, hogy melyik billentyűzetek lenyomásával, együttes lenyomásával, mit csináljon az Inkscape-ed, a Super, azaz a Windows billentyű lenyomásával, és az F3-assal fogjuk előkeríteni a Gimpet, hadd ne mondjam meg, hogy az F4-gyel, és így tovább, és így tovább, és így tovább, rengeteg az Alt-hoz, egyéb billentyűkhez, módosító billentyűkhöz, hozzá tudsz rendelni különböző betűket,
egyebeket, és abban a pillanatban egyértelműen lenyomod az Alt és a megadott Ctrl, Alt és a megadott betűt, és azt a dolgot fogja végéhez vinni, amit itt a végére te megadsz. Ahogy lehet látni, nem csak egy parancsot indítson el felkiáltású dolgot tud, azaz nem csak elindítasz egy programot paraméter nélkül, hanem lehet itt egyértelműen látni, hogy különböző billentyű kombinációkhoz, különböző parancsokhoz még tudtunk hozzábígyeszteni egy-egy olyan kiegészítést, a parancsnak a paramétereit, amit mi szeretnénk azzal a gombbal megtenni. Ahogy itt látod, egész szépen fel lehet paraméterezni egy-egy parancsot is, azaz nem csak elindul a parancs Naturban, hanem egy viszonylag hosszadalmasabb, felparaméterezett parancsot is el tudsz indítani. Azt hiszem ez egyértelmű, de el kellett mondani, nem csak arra alkalmatos ez, hogy elindítsd az Inkscape-et, hanem el tudsz indítani egy parancsot, aminek különböző paramétereit meg tudod adni, professzionális megoldás. Na hát, hogyha lefele tekerünk, egy idő után megváltozik a beállítási lehetőségek, egy csomó üres beállítás van MPT, tehát üres, azzal nekünk most nem is kell foglalkozni, hiszen hogyha beállítgatnánk egy parancsindítást, akár paraméterrel, akár paraméter nélkül, ezeket a sorokat kimásoljuk, beillesztjük, átérjük a gyors billentyű megadását, meg a parancsot, és utána már semmi egyéb nem kell, lementés után szépen működik. Na hát amikor letekerünk, itt találunk egy olyan sorozatot, ami számukra idegen. Miért? Mert oké, vannak itt a billentyűzetek altabb. Hát ezt eddig is ismertük. És utána nem parancsok vannak. Ezek a, hát nagyon egyszerűen megfogalmazva, a ablakkezelőnek a saját belső parancsai, amiket a leírásban meg fogsz találni. Ha rám hallgatsz, nem nagyon mélyedsz ezekbe bele, hogyha nem akarsz valami nagyon különleges dolgot. Egyrészt azért, mert a parancs nevéből rögtön látod, hogy Close Windows Key, hát az Alt F4 nyilvánvalóan leveszed, hogy csukja be már azt a szerencsétlen ablakot. A Super, a Windows billentyű meg a Q lenyomásával ugyanezt csinálja meg. Az Alt F10-zel maximalizálja a ablakodat. Ennyi. Tehát ezeket el tudod olvasni, hogy mi és hogyan és egyéb fog működni. Ennek a pontos leírása bent van a XFCE ablakkezelőnek különböző oldalain a leírásba. Meg lehet nézni, nem sokat szoktam ezzel foglalkozni, mert ezt véleményem szerint kényelmesebb, kevesebb elütéssel végrehajtható a grafikus felületen. Azaz két szekciód van, az elején a saját programjaiddal tudsz manipulálni, a második rész az ablakkezelő, az ablakkezelésekkel, munkafelületekkel, munkaterületekkel kapcsolatos feladatokat ellátó dolog, azaz nem csak itt tudod mondjuk bezárni az adott programot, vagy kinagyítani, ikonállapotba hozni, hanem ezekkel a kis parancsokkal is. Ennyi. Ami után elvégezted a műveletet, az átírogatásokat, beírogatásokat, utána természetesen lemented, és utána használhatod nagy örömmel. Mivel én ezen nem változtattam, becsukom a ablakot, és utána használjuk a grafikus felületet. Nézzük is meg, hogyan tudod grafikusan az ablakkezeléssel kapcsolatos gyors billentyűket beállítani. Nyilvánvalóan a menüből megkeresed az ablakkezelés, igaz? Ablakkezelőt. Nem a színeket állogatjuk, hanem a billentyűzetet fogjuk állítani. Az egyszerűség kedvéért magyar. Ezért mondtam, hogy ha valakinek nem extra gondolata van, extra paraméterezés szeretne, annak teljesen felesleges ott kézzel beállogatni, átírogatni, hanem ide tud menni és magyar felületen megoldani. A következő gondolat mindegyikhez van egy-egy leírás, magyar. Más ablakok fölé átváltás Alt F12 egyértelmű, teljes képernyőre való átváltás, az a Super gomb, azaz a Windows gombbal lehet megtenni, én ezt most át fogom állítani a Super gombom, plusz az F1-es lenyomásával történjen meg a teljes képernyőre való váltás. Szerkeszt, oda megyünk, kijelöljük, szerkesztés, és bizony
lenyomom azt, amit akarok, és lenyomom, amit akarok, és azonnal a Super Plus F egyre fogja majd ő áttenni ezt a feladatot. Ha ezt a feladat sort, tehát a teljes képernyőre való átváltás nem óhajtanám tenni, akkor ki tudom törölni. A következő művelet, hogyha ezt a műveletet törölni szeretnéd, akkor lenyomod, és egyértelmű, na hát én szerkeztem, visszaszerkeztem, villámgyorsan a parancsot, hiszen megszoktam a Super F1-es lenyomásával történjen meg, az alap értelmezett beállításokat vissza tudod hozni, ez törli a disztribúciód és a saját beállításodat, és egy alap XFCE beállítást fogsz kapni, hát ezt éppen nem akarom megtenni, bezárom. Azaz az összes ablakkezelést úgy állogatod be, ahogy neked jó, gyors billentyűzet szempontjából, nagyon egyszerű. Volt itt valami újon, amit ne lehetett volna megcsinálni, a szövegszerkesztőt napi szinten használod, az, hogy ilyen furcsa karakterek is vannak, azt kivágom, és beillesztem címszó alatt szoktam megoldani, illetve másolom, és beillesztem címszó alatt megoldhatjuk, és egyértelmű a felépítés. A következő, amit mutattam, grafikus felület nehéz volt? Nem volt nehéz. Nézzük is meg, hogyan tudod a billentyűzeteknél a programokat gyorsan, egyértelműen hozzárendelni egy billentyű kombinációhoz. Természetesen itt a billentyűzetet fogjuk meghívni, billentyűzet, rákattintunk, nyilván nem a viselkedést, hanem az alkalmazás gyors billentyűket. Látható, nálam egy alapbeállítás van, az Arch Linux, ennél lényegesen többet ad, de én lerezeteltem ezt, hogy azt lássátok, ami minden felületben nagyjából ugyanígy működik. A hozzáadás, szerkesztés, eltávolítás, alapértelmezések visszaállítása, az azt hiszem, ezek után már mindenkinek egyértelmű, hogy mit és hol kéne nyomogatni. Arra azért nagyon figyeljetek, hogy az alapértelmezett dolgokat visszahozzátok, akkor természetesen az XFCE saját beállítását fogod megkapni, azaz ennyit, oké? Okay? És nem a disztribúciód által, hát több tucat. Majdnem 100, soha nem számoltam meg hány sor van, majdnem 100 beállítást el fogod tüntetni. Egy-egy disztribúcióban lehet, hogy 5-10 ilyen saját beállítást kapsz, de lehet, hogy több tucatot. Nyilvánvalóan kinek mi a kényelmes, lenullázza és saját maga alulról építkezve, ahogy szokták mondani, alulról építkezve, fölépíti a saját billentyű kombinációit. Itt is a szerkesztés egyértelmű a megadott feladatokhoz adott gyors billentyűket át tudod állítani. Miután eldöntöttük, hogy a gyárilag disztribútor által adott gyors billentyűket írjuk át, azokat rendezgetjük, vagy az egész hóbeleblancot kitöröljük, alapértelmezettségbe hozzuk, és utána magunk építjük fel, nincs más teendő. A hozzáadás című gombbal fogunk dolgozni, a kommandot megadjuk, tehát a parancsot megadjuk. Figyeljetek, én azt fogom bemutatni nektek, hogyan nem működik ez alapból. Hogyan érdemes ezt megcsinálni úgy, hogy neked kényelmesebb is legyen. Egy nagyon-nagyon picit macerásabb ez a gondolat, mint ide beírni egy parancsot. Ha nem, nézzétek meg. Én ide beírom azt, hogy kdnlive. Nekem a kdnlive az egy appimage-ből fut, azaz a .bin per appimage-be fog bent lenni ez a gondolat, ez az indító fájl. Azaz leokézom, megadom neki a általam megszokott Super S gombot, és mi történik? Lenyomom a Super S-t, és azt mondja, hogy oké, nem indítható parancsikon, Super plus S, nem sikerült a gyerek folyamat, KDN Live végrehajtása, nincs ilyen fájl vagy könyvtár. Ez előugorhat többször is, nem csak olyannál, aki állandóan variál, hogy ezt appimage-ből használja, ezt másból használja, egyébből használja, vagy gyárilag a tárolókból,
telepített dolgot használ, ez előugorat. Aha, ez eléggé ciki, de ez a hiba fent állhat, nem hiba, hiszen ő nem találja meg, hiába van az elérési útban bent a pont bin könyvtáron, nem találja meg. Hát bizonyével valamit kéne csinálni, szerkesztés, és ide megyünk, és explicit megadjuk neki, saját mappába belemegyünk, tehát megkeressük, hol van az indítandó parancs, bin, és megkeressük a KDN live-ot, és rákattintunk, és leokézzük, és megadjuk az adottat, hát, észrevette, ehhez a Super S-hez van már program csatolva. Mit szeretnél csinálni, a KDN Live eredeti beírás megtartása, vagy pedig a homelaci.bin/KDN Live használata? Nyilván ezt szeretném használni. Leokézzük, és mi történik, miután megnyomtam a gombot? Előugrik az App Image-el összeállított kis programocska. Egy kis gondolat, a App Image meg egyebé használatára. Én bizonyos programoknál szeretem a legújabbat használni. Ez nem minden disztribúcióban működik így. Így bizony érdemes az App Image nevű kiterjesztésű fájlokat megkeresgélni. Ezek olyan fájlok, amit esetleg a program készítője ad, ami össze van neked csomagolva minden egy darab futtatható fájlba. Ezzel nincs más dolgot, csak letöltöd, kap egy futtatási jogot, azaz adsz neki egy olyan futtatási jogot, és elindítod a programot, futtatod, és a legújabb, vagy éppen az adott verziójú program fog neked futni. Ha te azt szeretnéd, hogy 15 féle ugyanabból a programból összeállított app imidzsek közül verziónként, alverziónként beta, alfa verziót is tartasz a gépeden, nagyon egyszerűen tudod tenni, hiszen letöltöd az app imidzset, ami nem így néz ki majd, mint hogy KDN Live, én ennek a nevét jól lerövidítettem, hanem mögötte jó hosszú kiírást fogsz kapni, jó hosszú fájnevet fogsz kapni, ami elmondja, hogy ez a 20.abcdfgh/27-es akármilyen alverzió, és akkor tudni fogod, és így használhatsz alverziót, több verziót ugyanabból a programból. Miért? Mert hogyha a legfrissebb nem megy, App Image-ét kitörlöd, és utána letöltöd, vagy megtartottad már az egyen régebbit, ami múltkor még ment. Működik? Igen, nem esel abba a hibába, hogy egy pillanatig is egy nem működő verziód lesz, hanem vissza tudsz lépni különböző trükközés, különböző egyéb nélkül az előző verzióra, minden gond nélkül. Ez akkor is jó, hogyha a disztribútorod olyan, hogy nagyon-nagyon lassan kerül bele a terjesztésedbe a legfrissebb, stabil verzió, akkor felmész mondjuk a KDN Live oldalára, letöltöd az adott legfrissebb, mondjuk stabil verziót, és akkor azt használod. Attól függetlenül, hogy a disztribúcióban mi van, attól függetlenül jártam, így hogy a disztribúcióban hát bizony egy bugos, hibás verzió került bele, és akkor nem működött rendesen. Az App Image-el ki tudod ezeket kerülni. Én azt szoktam tenni, ahogy láttátok, hogy lerövidítem a nevét, parancsorba gyorsan beírható, hogy KDN Live, és nem kell az összes egyéb hozzá, az beütöd a parancsorba, hogy KDN Live, ha lerövidítetted a nevét, és egy megadott könyvtárba bemásolod, és akkor elindul. A másik gondolat, én ebbe a .bin saját könyvtáromba összeszedegettem, nem láttátok mind, mert nyilvánvalóan most töltöm fel ezt a rendszert, az összes olyan programot, amit App Image-be használok, lerövidítem a nevét megfelelő általam elfogadható névre, és onnan indítható parancsorból is indítható, vagy ilyen egyszerűen megadható. Nyilván a parancsokat, gyári parancsokat simán meg tudod adni, azért tértem ki erre, hogyha esetleg olyan parancsot szeretnél futtatni, amihez elvárja a gyors billentyűzés, hogy az egész elérési utat meg tud adni, akkor meg kell adni az egész elérési utat, magyarul betallózod az adott futtatandó fájt, és utána már működni fog, és ezt megteheted szépen, akárhány fájllal, arra figyelj, előbb észrevettétek,
két parancshoz ugyanaz a gyors billentyű nyilvánvalóan nem fog működni. Bonyolult volt? Nem. Azt hiszem, ez nagyon egyszerű volt, és így tudod megtenni. Első, lemented az eredeti konfigurációs fájlt, második, azt tudod szerkeszteni manuálisan, szövegszerkesztővel, kicsit macerásabbnak tűnik, de ki mit szeret. Megmutattam, hogy mit kell megnyitni, meg a blogba ott lesz a teljes elérési út, utána két fele van osztva, az ablakkezeléshez csatolható, hozzáilleszthető gyors billentyűket az ablakkezelőnél állítod be, a programokhoz csatolható programindításokkal, egyértelműen összekapcsolhatókat pedig ezen a felületen tudod megtenni, és egyszerű hozzáadás, hozzáadás, szerkesztés, a kijelölt szerkesztése, eltávolítás, nyilvánvalóan eltünteted azt a gyors billentyű beállítást, amit akarsz, az alapértelmezések visszaállítására kitértem, a gyári XFCE alapértelmezett beállításokat hozza vissza. Én bevallom őszintén, bár én az Arch Linux-nál rengeteget kaptam egybe, én lerezetelem az összes beállítást és az általam használt, még a Windows-os időből. Értitek? Még a Windows-os időből megszokott gyors billentyűzeteket írogatom be. Macera, macera, nyilvánvalóan macera az első menetbe, de utána, hogyha ezeket beállogattad, és szépen működik, lemented a konfigurációs fájlodat, hát amit előbb szerkesztetni mutattam meg, hogyan kell, és utána már csak vissza kell másolni. Ennyi. Okoz gondot? Véleményem szerint senkinek nem okozhat ennek a beállítása gondot, hiszen grafikus felületen is, és terminálos, bár inkább úgy mondom, szövegszerkesztő és konfigurációs fájl szerkesztő és megoldás is van. Kiválasztod, melyik ami neked kényelmesebb. Kényelmesen, gyorsan, grafikusan mindent meg tudunk oldani, illetve hát a billentyűket is szeretjük használni. Köszi szépen, sziasztok!